Nagyobb foltokká összefolyó, gyulladt, pikkelyes hámló területek a bőrön, a pikkely sömör tünetei. Megjelenhetnek a fejen, a kézen vagy a lábon is. Vakarásra könnyen leválhatnak és vérzékeny, vörös, fájdalmas felületet hagynak maguk után. A legtöbb ember számára nem csak fizikailag, hanem lelkileg is sok szenvedést okoz ez a betegség. Sokan egy egész életen át viselik a nyomukat. Fiatalkoromban kellemetlen volt, már nem volt az, hogy volt ilyen biológiai kezelés, hanem hát ahogy magam tudtam rendezni magamat, úgy intéztem. A Markusovszki kórházban működik az ország 8 centruma közül az egyik, ahol úgynevezett biológiai terápiát alkalmaznak a pikkely sömör kezelésére. Ez infúziós vagy injekciós kezelést jelent. Célja az immunrendszer egyensúlyának helyreállítása. Többek között erről is szó esett nemrég egy szombathelyi fórumon. A kezelésekkel tünetmentesíthetők a betegek. Az olyan betegeket tudjuk kezelni, akik középsúlyos vagy súlyos pikkely sömörre van, tehát az egész enyhebb formákat azért nem ez az elsőleges választandó szer. Hát jelenleg 150 kezelt betegünk van, úgyhogy elég nagy centrum. Hát évente nagyon sokan keresnek, nem is tudom, talán 4-500 beteg is mondható, akik nyilván az egyéb kezelések mellett, vagy egyéb kezelések után bevezetve megkaphatják ezt a biológiai kezelőszert. A középsúlyos, súlyos betegek kezelését a társadalom biztosítás 100%-ban finanszírozza. A betegek beutaló nélkül fordulhatnak a centrumokhoz. Ennek ellenére a tapasztalatok szerint csak az érintettek töredéke részesül a biológiai terápiában.